Ilyet török mérkőzés. Fehér mezben a Dnyetropetrovszkiak. 0-0 volt a félidő, egy gólos előnnyel érkezett a Trabzonspor. 46. perc, tehát közvetlenül a második félidő megkezdése után. Jó kilépés Litovchenko. Nem a hosszú sarokra lőtt, ez némileg érdekesség, hanem fölteszi a rövid felső sarokba a labdát. Behozta tehát hátrányát a szovjet együttes. Nem sokkal később kipattan a labda, ismét Litovchenko, 2-0, most már a vendéglátók, a továbbjutók. A megzavarodott törökök lőnek még egy öngolt, a szovjetek 3-1.